Bár más célokért, a Szolnok a bajnoki címért, a Nyíregyháza 8 közé jutásért harcol, a két csapat három fordulót követően azonos mutatóval áll a tabellán. A Szolnok két győztes meccset követően háromszori hosszabbítás után kapott ki Pakson, majd szerdán Európa Kupa mérkőzésen Szalonikiben szenvedett hárompontos vereséget a tiszaparti együttes. A nyíregyháziak kikaptak Kaposváron, mellette hozták a MAFS és a Pécs elleni hazai meccsüket. Azonban azonos mutató ide vagy oda, a Szolnok a meccs torony magas esélyese. Ezzel természetesen tisztában van a szombati házigazdát korábban játékosként erősítő Sitko Ernő is. Szolnoknak erős csapata van. Ráadásul egy nagyon kemény szurkolótábor elé megyünk, ahol úgy gondolom, hogy olyan körülmények fogják fogadni a csapatomat, amihez nincs minden játékos hozzászokva. Itt még fontosabb lesz, még jobban fogunk tudni gyakorolni, hogy azt tudjuk játszani, amit mi szeretnénk. Az a legfontosabb, hogy ne olyan kosárlabdát játszunk, amit az ellenfél megenged nekünk, hanem olyat, amilyet mi szeretnénk, és mi próbáljuk rákényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Szolnokon ez nehéz lesz, de megpróbáljuk megoldani. Szolnokon még jobban kell figyelni a labdákra, nem lehetnek buta, előkészítetlen dobások, mert azonnal büntetnek minket, és azonnal indításokat kapunk vissza, ami ellen nem tudunk védekezni. Úgyhogy tehát a célunk mindenképpen az, hogy megszerzett lepattanóból gyorsindítás. Ha nem tudjuk befejezni a gyorsindítást, akkor föl kell állni, és ameddig csak lehet játszani kell, próbálni fárasztani a Szolnokot, aztán meglátjuk, mire lesz elegendő. A forduló további párosítása a következő: Szombathely atomerőműese, Jászberény Körment, Kaposvár MAFC, Kecskemét Albafehérvár, Pécs Zalaegerszeg és Sopron Szeged. A szombaton 16 órakor kezdődő Szolnok-Marsa NKK mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsé Televízió nézői.